Shetland. Hello. Sandy, megtennéd, hogy ellenőrzöd a Skellig bevezető utat? Kösz. Kész? Kövessen. Mit talált? Vért. Sok vért. Mi ez itt? Úgy tűnik valamiféle szentély a néhai feleségének. Minél előbb szükségem van egy DNS profilra. Tudnom kell, hogy megtámadták-e, vagy ő a támadó. Hogyne. Üdv újra itt. Szóljon minden emberünknek. Muszáj megtalálnunk. Ez zacskózza be. Ez ugyanolyan képes lap, mint ami Jerry autójában volt? Igen. És ez Jerry kézírása és az ő telefonszáma. Vérontás, vérontást ér? Gondolom, üzenetet akart küldeni John Hendersonnak. Henderson még mindig nem veszi fel a telefonját. Egy fok kefe van. Arra utal, hogy Evie nem aludt itt az esküvő előtt. A rongyosra olvasott Biblia rá a magyarázat. A vérnyomok alapján a támadás a hálóban történt. Aztán az áldozat vagy letántorgott, vagy lecipelték. Értem. Van még valami. Olyan festéknyomok vannak a szőnyegen, amilyeneket Markham autójában találtunk. Sandy, mondja. Megvan John Henderson. A szalmabábi egyes pár mellett vagyok, az Skellig bevezető parti úton. És? Nincs púzusa. Bizonyára elindult Skellig felé és összeesett. El sem hiszem, hogy ilyen messzire jutott. Ennyire súlyos fejsérülést még nem láttam. Vannak szúrt sebek is. De a fejre mért ütés végzett vele. Valószínűleg kómába esett a halála előtt. Az, aki rátámadt, ott hagyta meghalni, és nem vette észre, hogy még életben van. Lehet, hogy ez kissé elhamarkodott. De nem vagyok olyan cinikus, mint maguk. Van ötletem, mivel ütötték le? Egy tompa tárgyal, aztán leszúrták. Nézzék meg a helyszínen. Billy, értesítse az adóhatóságot. Minél hamarabb. Azután... sétáljon vissza innen a Henderson házhoz, hát ha meg lesz a gyilkos fegyver. Szólnunk kell Levinek, mielőtt mástól tudja meg. Igen. Evie-t keresem. Épp indulni készül. Csak Joe-ra vár. John nem jön. Beszélnem kell Evie-vel. John, itt várok rád. Kérlek, hívj vissza, ha megkaptad ezt. Mi az? Mi a baj? Evie, leülhetnénk egy pillanatra? Mi történt? Rossz hír, Evie. Oké, csak mondja el. John-t az útszélén találták meg. Meghalt. Mi történt? Megölték. Hogy mi? Micsoda? Ó, kicsim! Ne érj hozzá! Ne érj hozzá!
Hagyj végén! Nem igaz! Van valami ötlete, hogy miért akarta valaki megtámadni Johnt? Nincs. Mi baja volt az esküvőn? Volt egy kis megtakarításunk. Nem tudtuk, mire költsük el. Meg tudja mondani, hogy John miért hazudott arról, hogy Jerry Markham kapcsolatba lépett vele? Nem így volt. Johnnál találtunk egy képeslapot Jerry telefonszámával és Jerry kézírásával írták. Miért kérdez most ilyeneket tőlem? Újra találkozgatni kezdtek Jerry Markhammal, ezért volt John olyan ideges? Nem. John házának legfelső szintjén van egy szoba, amit a néhai feleségének szentelt. Nem zavarta őt? Nem. Nem tehetünk úgy, mintha valaki nem létezne, csak mert meghalt. Ő így birkózott meg vele, és nem zavart. Ez magánügy, nem mentem be oda. A beköltözésem után akartam beszélni róla. Óvatosan. Azt hittem, hogy emiatt meggondolná magát. Nem. Johnnal akartam lenni. Annyira akartam. Elég. Nincs több kérdés. Valaki rablásnak akarta beállítani. Nem állapítható meg, hogy hiányzik-e értéktárgy. Volt neki egyáltalán? A Szentírás szerint élt, igaz? Elég egyszerű volt, nem? Ez még a spártaiaknak is tutira durva lett volna. Most menjenek haza pihenni. Majd reggel folytatjuk. Oké. Jó ét. Biztos van kapcsolat? Mindkét helyszínen találtunk festéknyomokat, ugyanaz a festék. Van összefüggés. Az áldozatok kapcsolatban álltak egymással. Érdekeltek voltak az alapítványban. Az egyiket balesetnek állították be, a másikat rablásnak. Azt mondanám, hogy induljunk ki abból a feltételezésből, hogy ugyanaz ölte meg őket. A vérontás vérontást ér? Jakab király bibliája szerint hazugság, gyilkosság, házasságtörés után vérontás vérontást követ. Mintha Jerry megpróbált volna John hitére appellálni, hogy szóra bírja, hogy beismerjen valamit. A gyilkos fegyver? Kettő jön szóba, de még nem azonosítottam. Hazugság, gyilkosság, házasságtörés, mit jelöljek meg? Kérek engedélyt Aberdeenből, hogy még maradhasson néhány napot. A halott szemlét elvégezheti a Lurie-ki kórházban. Nekem jó. És neked? Hogy? A fejsérülés egy tompa tárgy által okozott ütés eredménye. A szúrt seb rejtélyesebb. Nagyobb és szélesebb, mint egy normál kés, és recés az éle. Nem láttam még ilyet. Nézze meg az adatbázist. Talán egy másik testületnél előfordult már ilyen. Rendben, rajta vagyok. Nem akarom nyaggatni, de gyilkos fegyver nélkül nem jutunk sokra. Megvan a halfarmon vett víz, mint a eredménye. Tiszta, mint a patyolat. Az oxigén szint alacsony, de nincs nyoma semmiféle vegyszernek a vízben. Ha nem a stongáz akar nyomást gyakorolni a föld miatt, akkor kidulta fel a farmot? Hát, talán a helyiek sokan akarják, hogy Joe kötélnek álljon.
Én furcsának találtam, úgyhogy felhívtam a biztosítót, hogy tudnak erről valamit. Kiderült, hogy nem örülnek a kár kifizetésének. Dalhousie pár éve hasonló követelést nyújtott be, és úgy gondolják, hogy ez csak átverés. Oké, újra meglátogatjuk. Ez a sok biztosítási kárigény valószínűleg jól megemeli a biztosítási díjat, igaz? Biztosító társaságok. Vért akarnak facsarni a kőből. Viszont nem szeretik, ha valaki nem teljesen őszinte. Ez van. A követelésre felemelik a díjat. Mindig győznek. Rablás fényes nappal. Tényleg megtámadtak. Meg kell kérdeznem, hol volt aznap éjjel, mikor John Henderson megölték? Sétáltam. Éjjel? Néha ki kell szabadulnom a házból. Sétálok és beszélek. Motyogok, ahogy a bátyám mondta mindig. Csak arra emlékszem, hogy leültem a tónál, és néztem a vizet. Járt a Henderson ház közelében? Miért jártam volna? Nem tudom. Talán John tudomást szerzett a hamis követelésekről. Talán dühös lett, hogy az orránál fogva vezette Évit. Úgy tűnik elfelejtette. Én vagyok az áldozat. Senki nem mérgezi ezt a vizet, Joe. Inni is lehetne belőle. A rongálásra még nincs magyarázat. De bárki is pusztítja a halait, az nem a sztormgáz. Mit gondol? Említette a bátyját. Próbálja megtalálni, érdekelne, hogy tud-e ezekről a korábban benyújtott követelésekről. És tisztítsa ki az autót, ha ezeket kirakta. Meg lesz. Segíthetek? Jimmy Perez-zel szeretnék beszélni, kérem. És ön... Jerry Markham mennyasszonya vagyok. Egy nő vár rád odakint. Azt mondja, hogy Jerry Markham mennyasszonya. Őszintének tűnik. Ezzel megdőlt az elméletünk, hogy Jerry és Evie újra találkozgatnak. És nagyon csinos. Nem semmi. Sokat beszélt rólad és a feleségedről. Nagyon szeretett titeket. Igen, mi is szerettük őt. Amikor utoljára beszéltél vele, nem mesélt arról, hogy mind dolgozik? Nem. Nem munkaügyben jött ide. Van valami, amit még tisztáznia kell, mielőtt összeházasodunk. Valami befejezetlen ügy. Egy régi kapcsolatra gyanakodta. Megbánta és jóvá akarta tenni. De aztán ezt küldte. Feltételezem, hogy a kutatása. Mindig lementette egy pendrive-ra a munkáját. Nem dolgozott online, hát ha a kormány lehallgatja. Ezért titkosította a hívásait. Igen. És engem is rávett. Úgy éreztem magam, mint egy kém. Néha kicsit paranoiás volt. Aznap, mikor felhívtam, a baleset napján, a Fairhead terminálon volt. Tudod, jó hírrel hívtam. Terhes vagyok. Úgy sajnálom, Annabel. Én szeretnék maradni. Megismerni a szüleit. Segíthetnék nekik a temetésben. Szerinted nem bánnák? Még nem beszélt nekik rólad. Ezt ugye tudod? Igen, tudom. Úgy volt, hogy a jövő héten eljövünk és bemutat nekik. Most elmondhatom nekik, hogy nagyszülők lesznek.
Nyissa meg. Ott az SG, a Stone Gas. Kenőpénz alap? Úgy tűnik, a Stone Gas szétosztotta a pénzt. Vesztegetéssel szerzik meg az engedélyt? Elég sok ember van, aki azt kívánja, hogy ez a dolog eltűnjön. Legalább a félsziget. Lássuk a fényképeket. Mit akar Jerry ezekkel a fájlokkal? Nézzük a két alsót. Ki tudja nagyítani? Ez... John Henderson egy nővel. Aki nem Evie. Megmagyarázna? Mikor kezdtek el találkozgatni? Nézze, Jenny. Hogy hogyan éli a magánéletét, az csak önre tartozik. De tudnom kell, hogy ennek a kapcsolatnak van-e köze a halálához. A felesége halála után kezdődött. Kellett valaki, aki meghallgatja. Aztán jött a bűntudat, és vége lett. Később megismerte Evie-t. Tudtam, hogy ez egyiküknek sem tesz jót, de Evie el akart szabadulni az apjától. Levegőt sem kapott abban a házban, és John megsajnálta. Ezt honnan tudja? Még beszéltünk. De semmi több. John nem is akarta, hogy legyen. Ideges volt. Azt mondta, Markham tud rólunk. És hajlandó felhasználni, ha kell. Akart valamit Johntól. Mit akarhatod? Nem mondta el. De tudtam, hogy aggasztja. A férjemnek tudnia kell Ne, ezzel ne foglalkozzon, Jenny. Evie tudta? Senki sem tudta. Senki. Markhamot kivéve. Egyelőre maradjunk annál az elméletnél, hogy csak egy gyilkos van. Kinek volt indítéka megölni mind a két férfit? Evie Wattnak. Markham elhagyta őt, amikor terhes volt. És most feszültséget szít közte és az új férje közt. És ennek tetejébe Jerry új mennyasszonya terhes. Szóval, ha tudott erről, elég volt ez ahhoz, hogy ennyire kiboruljon? De mégis miért támadná meg az új férjét? A viszony tovább folytatódott. Evie elvesztette a fejét, dübegurult. Ha Evie úgy oda lett volna Jerryért, nem érdekelte volna, hogy John mit csinál. Mi van Redforddal? Ha valóban létezik a kenőpénz alap, Markham sztoria tönkre tehette volna, és talán John Henderson rájött erre. Egyiküket sem pipálhatjuk ki. Bárhogy is van! Evie Watt áll a középpontban. Tudni akarok minden apró részletet vele kapcsolatban. Kellenek a bankszámla kimutatásai, a hívás listája, az e-mailjei. Tudják mit, ha megszerzik nekem az iskolai bizonyítványát, még azt is el fogom olvasni. Nem akartam így közbeszólni. Az a graffiti festék Dalhousie farmján. Meg kéne vizsgálnunk, mert nagyon hasonlít ahhoz, amit Markhamnál és Hendersonnál találtunk. Lehet kapcsolat. Jó ötlet. Apáddal beszéltünk az Edinburgh-i útról, és nem örülne, ha elmész. Ez most komoly? Jövőre, oké? Ugyan már! Ez az Edinburgh Fesztivál. Valami templomban fogunk ücsörögni, és megnézzük az Antigónét. Az aligha egy bacchuszi orgia. Miről beszélsz? Örülök, hogy ilyen jól szórakozol. Jövőre nem fogok engedélyt kérni, csak elmegyek. És talán vissza sem jövök.
miért mondtad azt, hogy ő nem örül, ha elmész? Muszáj, hogy mindig én legyek a rossz zsaru? Oké. Legközelebb majd én leszek. Ha? Értem én, hogy kényeztetni akarod. De nekem ezzel nem segít. Ezzel mi így van, csak nem mindig értek veled egyet. Jó, de velem él. Így az én felelősségem. Nekem kell meghoznom a döntéseket. És neked támogatnod kell. Elválok tőle. Ezt el kell intéznem. Te pedig intézd el azt. Menjünk és beszéljünk a lányjal, rendben? Azt se tudjuk, hogy ki ez. Lehet, hogy hazudik. Nem bírnám ki. Maria, ne kövesd el megint ugyanazt a hibát. Az a lány az unokánkat hordja a szíve alatt. A festék, amit Hendersonnál és Markham autójában találtunk, egyaránt félmat akril. Tengeri festék, vízálló, gondolom ez Shetlanden gyakori. Én is használom. Sötétkék? Igen. Olyan, mint Cameron volt csónak? Amit Evie festett, igaz? Lehet, hogy ült Jerry autójában a halál alapján. Más is ülhetett ott, akár az apja is. Ahogy mondta, ez elég gyakori Shetlanden. De a festék egyezik a farmon talált graffitivel. Szóval ugyanaz rongálta meg a házat, aki megtámadta a két férfit. Talált már lehetséges gyilkos fegyvert? Semmit, ami passzol. Még keresem. Kár itt érted. Ugye tudod? Én jó helyen vagyok itt. Nincs szükséged egy kis izgalomra? Nem a munkára gondolok. De. Dehogy nem. Ez az igazság. De nem könnyű. Nem vagyok szabad. Van egy tinédzser lány. A fiam is ilyenkorú. Nem sokára kirepülnek mindketten. Gondolj a jövőt. A sajátodra. Egyedül vagy. Ezt akarta volna a feleséged? Nem. De akkor sem hallgattam rá, amikor még élt, úgyhogy miért kezdeném el most? Humorral tereljél a témát, ravasz. Nem úszod meg ilyen könnyedén, Perez. Nem akarod úgy végezni, mint John Henderson, ugye? Aki képtelen volt tovább lépni. Nem. Csak, hogy... Még... Nem megy. Markham egy régi cikkében egy ferhetbeli szivárgásról ír, és azzal vádolta Andy Belsót, hogy eltusolta. Hozzuk be Belsót. Most? Nem, húsvétkor. Hoztam neki csoki tojást. És ha nem túl elfoglalt, szerezzen egy házkutatási parancsot Evie Watt házára. Még ma. Tehát a cikk, amit Jerry írt az olajkatasztrófáról, csak úgy kiment a fejéből? Nem volt nagy ügy. Ki sem kellett tennünk a gátat. Markham fújta fel az egészet. Akkor is szólnia kellett volna. Ami volt, elmúlt. Na és John Henderson? Mennyire ismerte őt? Közel sem olyan jól, mint a feleségem. Az esküvő után még elment valahová? Nem. Hazasétáltam. Egyedül? Igen. Jenny még ott maradt segíteni.
Hol volt Jerry Markham halálának éjjelén? A barátaimmal voltam. Egy jelli kocsmában. Na, ugyan már. Ugye tisztában van vele, hogy volt indítéka megölni mind a két férfit. Ha azt akarja, hogy ne így gondoljam, miért nem mond valamit, ami segíthet ebben? Nem hibáztatom John Hendersont a történtekért. Jó ember volt. Magamat hibáztatom. Beképzeltségnek tűnhet, de nem gondoltam, hogy Jennyt érdekelheti más is rajtam kívül. Az a végzés? Igen. És Dalhousie halainak eredményei. Akut furunkulózis. Elrohadnak. Mondják, vannak híreik? Nem. Házkutatást tartunk. Ez tényleg szükséges? Igyekszünk hamar végezni. Sandy. Már elég kérdést megválaszolt. Változtak a körülmények, mióta beszéltünk. Évi, ön festette azt a csónakot? Igen. Mi köze ennek bármihez is? Kié az overall? Én hordom, amikor dolgozunk. Oké, ha azt mondom önnek, hogy a festéket, amit használ, megtaláltuk Jerry kocsijában, mit mondana? Nem értem. Azt mondta, hogy nem beszélt Jerry Markhammal. De ült a kocsijában, igaz? A mennyasszonya szerint Jerry egy befejezetlen ügy miatt jött ide. Azzal akarta jóvá tenni a dolgokat, hogy elkezdett kutakodni magának a Storm gáznál? Nem. Nem beszéltem vele. Házat keres Edinburgh-ban? Évi sose menne el. Ápolja a régi hagyományokat. Nem így van, Évi? Jenny és John. Tudta, hogy viszonyuk volt, igaz? Mi? Maga miről beszél? Évi, ha nem mond el nekem mindent, amit tud, és végül rájövök, hogy maga hazudott nekem, meg fogom vádolni az igazságszolgáltatás akadályozásával. Megmondtam. Nem ültem az autójában. Szerintem nem csoda, hogy környezetváltozásra vágyik. Én is így tennék, ha a férjem egy szentélyt rendezne be a halott feleségének, főleg, hogy közben lefeküdt a legjobb barátnőmmel. A szentírás szerint él? Nem hiszem. És az apja úgy csüng rajta, mint egy pióca. Nézess át az alappapírjait a törvényszéki könyvelővel. Üzenem, hogy sürgős! Joe, a halainak furunkolózisa van. Tudom. Miért nem hagynak már békén? Csak hagyjanak. Azt hiszik, gátolja a fejlődést. Maga mit gondol? Azt, hogy ez az ön földje. Ön dönt róla. Az a bátyja?
William. Gyakran látja? Nem. De hiányzik. Minden nap gondolok rá. Látni akarta a világot. Mehetnékje volt. Miután apánk meghalt, csak ketten maradtunk. Eleinte magányos voltam. De az ember hozzászokik a csendhez. És végül megszereti. Kint a tavon hallom, ahogy a víz fodrozódik a szélben. A felhők úsznak az égen. Olyannak hallom a világot, amilyen. Azt mondják, fogd a pénzt, és tedd fel a lábod. Ismerem a földemet. Minden madarat, minden állatot. Ők a családom. És ha az üzlete befutcsol? Ez a hely... talpra fogom állítani. Nem lesz szükségem örökké ivi pénzére. Mit néz annyira? Az alapszámláit. A bankszámla kivonatokból látszik, hogy az esküvő előtt jelentős összegeket vettek fel. Aztán az esküvő estején Henderson az internetes bank segítségével ugyanezeket visszautalta. Ezek szerint kivették a pénzt, aztán újra visszatették? Nos, a nő vette ki a pénzt, és a férfi fizette be. Lehet, hogy ezen vitatkoztak? Nem, azért vette el az alappénzét, hogy kifizesse a házat Edinburgh-ban. Hozza be. A kapucnis, aki betört önhöz, felhívott valakit és eltűnt. Lenyomoztam. A mobil nincs regisztrálva, de megvan a szám. Ügyes. Így tovább. Amúgy hogy megy? Azok az online vizsgakalauzok használnak? Igen, jók. Jók. Holnap lesz, ugye? Holnap. Nézze, én tudom, hogy miért akar tovább lépni. Azonban ön ismeri a sziget minden szegletét. Az emberek bíznak önben. Úgyhogy, ha elmenne, az kétszeresen megnehezítené a munkámat. Ezért is fogok amellett érvelni, hogy itt maradhasson nálunk. Tényleg? Nem tudok semmit megígérni, de megpróbálom. Itt van Évi Vott. Az alapítvány pénze honnan is származik?
Mondtam. Adományok. Támogatások. Arra használta ezt a pénzt, hogy kifizesse Joe Dalhousie hitelét, a költségeit és a hallgazdaság fenntartását? Csak átsegítettem a nehézségeken. Mire használta még a pénzt? A saját költségeimre és utazásra. Nem sokat. Szórólapokat nyomtatunk. Találkozót szervezünk. Hogy? Azt hiszem, ez nem egy egyszemélyes műsor volt, igaz? John segít. Segített. Az emberek magára bízzák a pénzüket. Sokan támogatják a hullámfarmot, vagy az állatmenhelyeket, bármit a vezetéken kívül. Annyival könnyebb lenne, ha elmondaná az igazat. És mi volna az? El akar szabadulni az apjától. És a néhai feleség emlékétől. Vett egy házat Edinburgh-ban, de nem volt olcsó. Az alapítvány pénzéből fizette a kauciót, és remélte, hogy John önnel tart. Aztán Jerry Markham hazajött, és kutakodni kezdett a Joe Dalhousie körüli dolgok után. Nem engedhette közel az alapítványához. Jerry egyszer már tönkretette az életét, és azzal fenyegette, hogy újra megteszi. Ez rendkívül feldühítette önt. Annyira, hogy letaszította az útról. John viszont helyesen akart cselekedni. A következményektől függetlenül. Azzal fenyegetőzött, hogy mesél nekünk a sikkasztásról. Ezért támadt rá? Elhagyta a férfi, akit szeretett. Ez egyszer is nehéz. De kétszer elviselhetetlen lehet. Igaza van. Elloptam a pénzt. De nem öltem meg senkit. Miért higgyünk önnek? Már nincs több vesztenivalóm. Mindenki, akit szerettem, meghalt. Ön hisz neki? Volt indítéka és lehetősége. Cameron Watt balhézik, hogy Ivy kapjon ügyvédet. És Jenny Belshaw hívott. Beszélni akar veled. Jerry Markhamé? Hozzányúlt? Nem. Hogy került ide? Mit gondol? A férjem. Tos, porolja le, vigye be az őrsre, és próbáljon meg belenézni. Hogy került önhöz a laptop, Andy? Ó, tudom, hogy mit gondol. Hogy lelöktem az útról, és elloptam a laptopját. Örömmel belátom, ha tévedek. Ott hagyta a Fairhead terminálon. Felhívták valami jó hírrel, és ott felejtette. Igen, a mennyasszonya elmondta neki, hogy terhes. Be akartam vinni.
De úgy döntöttem, hogy előbb belenézek. Bejelentkezve maradt. Tudni akartam, hogy ezúttal mit írt az a gazember. Így tudtam meg, hogy Jennynek viszonya van Hendersonnal. Elhatározta, hogy tönkre teszi? Be akartam vágni a tengerbe, amint lehet. Ha átadtam volna, mindenki tudomást szerzett volna a viszonyról. Nem bírtam volna el a megaláztatást. Mondtam, hogy akkor éjjel kocsmában voltam. Tudja, Jerry Markham sosem törődött a szigettel. Nem emlékezett rám, milyen volt itt az olaj előtt. Másképp nem állt volna Joe Dalhousie mellé. Az a föld Joey. Minden joga megvan hozzá, hogy ott maradjon. Csak azért, mert elüldözte a bátyját. William örökölte a farmot, nem Joe. Van ötlete, hogy kirongálhatta meg a Dalhousie farmot? Megfordult a fejemben, hogy talán úgy döntött, saját kezébe veszi a dolgokat. És ad egy lökés Joe-nak. De aztán rájöttem, hogy ez nagy hülyeség lenne. Az állásába kerülne. Csak ha tudja bizonyítani. Igaza van. Bizonyíték megsemmisítés gyilkossági nyomozás során. Ez majd lefoglal minket. Nem hiszem, hogy véletlen. A telefonfülkéből hoztam. Ezt a számot hívta a kapucnis fickó. Megvan a króm lökhárító jó autók listája. Bocs, kicsit eltartott, még meleg. Cameron, Dalhouse és Belsó mind rajta vannak. És Belsó ivó cimborái ellen? Belsó alibije teljesen sziklaszilárd. Van már valami hír Dalhousie bátyjáról? Nem találtam sehol ilyenkorú Dalhousie-t. Nincs se Priusza, se TB-je, se halott igazolványa, egy nyilvántartásban sem szerepel. Az emberek manapság már nem tűnnek el csak úgy. A laptop memóriája is megsérült, de sikerült hozzáférnem néhány e-mailhez. A fájlok a Stormról, egy Lane Redfordhoz regisztrált címről érkeztek. Magyarázna. A Jerry Markham laptopján talált fájlok az ön e-mail címéről érkeztek. Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Bizonyíték arra, hogy ez a vállalat kétes, potenciálisan bűnös üzleti gyakorlatot folytatott. Beszéljen halkabban! Ha már itt tartunk, nem adna magyarázatot a rablásra a házamban? Milyen rablás? Valaki felhívta magát aznap este egy telefonfülkéből. Mondja meg, hogy ki volt az. Lörikben minden tolvaj tudja, hol lakom. Egyikük sem lenne olyan hülye, hogy kiraboljon, ha csak valamelyiküknek meg nem éri a fáradtságot. Veszélybe sodorta a lányomat. És nem tudom, hogy miért. Pontosan mi volt, amit keresett? Bizonyítékot arra, hogy kiadtam az anyagot. És mi az oka annak, hogy most a saját cége ellen fordult? Evie. Nem akart beszélni Jerryvel, de tudtam, hogy így segíthetem az alapítványát. A döntés, hogy Evie vagy a Stone Gáz, egyértelmű volt. Nem tudta? Nem. Nem tudtam elmondani. Szeretem és tisztelem őt. Nem adta el magát úgy, ahogy én. Sajnálom, hogy ki kell ábrándítanom. Evie nem akarta megmenteni a világot. Házat akart venni Edinburgh-ban. Thank you.
Van még valaki, akinek volt indítéka megölni mind a két férfit. És rajta van az autós listán. Évi? Tudott az apja arról, hogy Jerry rájött az alapítványi pénz elsikkasztására? A gondolat, hogy ön börtönbe mehet, megijesztette. Maga az élete. Megtenne mindent azért, hogy itt tartsa, nem igaz? Évi. Otthon volt az édesapja éjszaka, amikor hazaért a lány búcsúból. A francba, Évi! Magához beszélek! Ő nem tudna megölni senkit! Nézze, valamelyikük bent ült Jerry Markham kocsijában. Én nagyon-nagyon sokat ittam, lefeküdtem, gondoltam, elaludtam, de nem tudom! Sandy, be kell hoznunk Cameron Wattot. Tosh, vegyen egyenruhát és nézze meg, hogy Danny McIvornál van-e. Maga menjen be a házba, én megnézem a csónakházat. Rendőrség! Van valaki az épületben? Nem, nincs itt. Értem, itt sincs. Mi legyen? Hívja fel Tosht. Hát, ha ő megtalálta. Vettem. Hazahozta Évit? Nem hoztam. Tűnjön el a házamból! Nem. Nem tehetem. Meg kell tudnom, hogy hol volt, amikor Jerry Markham autója lerepült az útról. Itt voltam, Évivel. Csak hogy ő nem volt olyan biztos ebben. Pénzt lopott az alapítványtól. Az én lányom sosem venné el, ami nem az övé. De igen. Tudja, miért tette? Öntől menekült. Annyira el akart szabadulni, hogy kockáztatta a házasságát, az állását, mindent. Soha nem emeltem rá kezet. Nem is kellett, nem igaz? Sokkal rosszabbat tett. Ellenőrizni akarta minden egyes gondolatát. Ha szereti őt, itt az esély, hogy megmutassa, mert bajban van. És csak egy dolog segíthet rajta, az igazság. Nem vallhatom be azt, amit nem követtem el. Akkor hogy került a festék a csónakról? Jerry Markham kocsijába. Maga ült benne, vagy Évi? Felkerestem aznap reggel. De azt akartam, hogy hagyja békén Évit. De továbbra is hívogatta. Ez problémát okozott John és közte. Féltem, hogy el akarja vinni innen. Próbáltam rávenni, hogy menjen el, de azt mondta, hogy rájött valamire, amit nem tud figyelmen kívül hagyni. És mi volt az? Nem mondta meg. De nem akarta, hogy Évi tovább fizesse Dalhousie hitelét. Ne fizesse. John sem hallgatott rá. Miért tette volna? Örültem annak a balesetnek, nem tagadom. De nekem semmi közöm hozzá.
minél közelebb akarom tartani, annál messzebb megy. Milyen ostoba vagyok. Billy, megnéznéd ezt? És? A teherautó. Tiszta. Dalhousie-nál minden koszos és széteső félben van. Nézzük csak meg Jerry fényképeit. Látod? Ez Jerry csinálta. Ezen koszos. Igen. Vagyis kitakarította Jerry balesete után. A gyilkos fegyver lehet egy vágóhorog. Keressen rá. Ezzel emelték ki a halat a vízből. Azt hittük, hogy a graffiti festő odavitte a festéket, de mi van, ha nem igaz, és az a festék már réges-régen ott volt? Ez összekapcsolna a Dalhousie-t a gyilkosságokkal. Nincs két fegyver. Csak egy. De miért? Miért tette volna? Mert Jerry Markham felfedezett valamit. Amiről Joe Dalhousie nem akarta, hogy tudjanak. De azután, valamilyen okból, Jerry elmondta Hendersonnak. Vérontás. Vérontást ér, mint egy családvére. Vagy egy fivéré. Jerry Markham lavinát indított el, mikor eljött, hogy beszéljen önnel, igaz? Nem, köszönöm. Próbálta megtalálni a bátyját. Végül is rájött arra, amire én. Hogy nem találja meg. Ezért nem adta el a földet. Nem adhatta el. Mert William még mindig itt van valahol, nem igaz? Evie nem állt szóba Jerryvel. Ezért meg kellett győznie Hendersont, hogy segítsen neki. Még zsaroláshoz is folyamodott. És amikor ez nem vált be, elmondta neki az igazságot William eltűnéséről. Az volt a baj, hogy Henderson nem hitt Jerrynek. A balesetet követően sem. Az esküvőn szembesítette magát ezzel, igaz? Aztán hazáig követte. És rátámadt ezzel. Okos ember maga Perez. Csak arra nem tudok rájönni, hogy mi történt a testvérével. William volt az idősebb. Apánk után mindent ő örökölt. Azt hittem, hogy együtt fogjuk vezetni a helyet, de nem. El akarta adni. Ő nem szerette a földet. Az utcára tett volna. Elvesztettem a fejemet.
Lesúlyoztam is. Nyugalomba helyeztem. Tehát a tóban van? Markham vagy Henderson kikotortatták volna a tavat. Ezt nem engedhettem meg. Olyan nagyon régen volt. Mintha meg se történt volna. Egy dolgot meg kell értenie. Szerettem a bátyámat. Mindig is szeretni fogom. De a földet még jobban szerettem. Velem. Azok után, hogy mindent megtettem, érted? Ssss! Gyere, Ivi! Menjünk! Ha Aberdeenben jársz, hívj fel! Ne feledkezz meg a feltételekről, hogy nincs ivászat, se fiúk. Csak az egyik, oké? Viccelek. Vigyázz. Majd jövök. Sziasztok! Érezd jól magad. Jó utat! Mehetünk. Keressük meg a kaput. Már most aggódom. Én is. Mindenkinek meg kell tanulnia elengedni. Tudod? Ez lehet egy gyönyörű barátság kezdete.